A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki teremtette az egeket és a földet. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek a böjti időszak második vasárnapján. A böjti időszak második vasárnapjának hagyományos elnevezése az egyházi kalendáriumban a reminiscere vasárnap. Ez az elnevezés, mint legtöbb ilyen vasárnapnak az elnevezése, egy-egy zsoltárhoz kötődik, egy-egy latin zsoltárhoz. A 25. zsoltár 6. versében szól így az ige: emlékezzél meg, Uram, kegyelmedről és irgalmasságodról, mert azok öröktől fogva vannak. Ez az emlékezzél, ez a reminiscere. Innen származik a böjt második vasárnapjának a neve. Testvérek, az első ének a mai vasárnapon a 89. lesz. Énekeljük a 89. énekből az első 3 verset. Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk, hol Úristennek szent igéjét halljuk. Kedves testvérek, az olvasmány Mózes első könyvéből szól hozzánk, az első könyv első fejezetéből olvasok fel részleteket. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, és a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. És akkor ezt mondta az Isten: legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy a világosság jó, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának. Így lett este, és lett reggel első nap. Azután mondta az Isten: legyen boltozat a vizek fölött, hogy elválassza egymástól a vizeket. És megalkotta Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. És elnevezte Isten a boltozatot égnek, így lett este, és lett reggel második nap. Aztán mondta az Isten: gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És így történt. Aztán Isten elnevezte a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek. És látta Isten, hogy ez jó. Azután azt mondta az Isten: növesszen a föld növényeket, füvet, mely magvakat hoz, gyümölcsfát, mely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, és amelyben magva lesz a földön. És így történt. És hajtott tehát a föld növényeket,
füvet, melyek hajtanának fajtájának megfelelő magvakat, és gyümölcstermőfát, amelyek ugyancsak fajtájának megfelelő magvat hajtottak. És látta Isten, hogy ez jó, és lett este és lett reggel a harmadik nap. Aztán azt mondta az Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek meghatározó jelei az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. És legyenek ezek a világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. És megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbikat, hogy világítson nappal, a kisebbiket, hogy világítson éjszaka, hogy uralkodjék éjszaka és a csillagokat is. És az égboltra helyezte őket, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal meg éjszaka, hogy elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó, és lett este és lett reggel a negyedik nap. Aztán mondta az Isten, pesdüljenek a vizek az élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vízben nyüzsgő sokféle úszó élőlényeket, és a különféle madarakat. És látta az Isten, hogy ez jó. Aztán megáldotta őket Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tengervizét, a madár is sokasodjék a földön. És lett este is, lett reggel, ötödik nap. Aztán azt mondta az Isten, hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És úgy történt. És megalkotta Isten a különféle állatokat, a különféle barmokat, és a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. És akkor ezt mondta az Isten, alkossunk embert a mi képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, hogy uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain és az állatokon, és az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik és mászik. És megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette őket férfiúvá és nővé, és Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain és az égmadarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Aztán azt mondta az Isten, nektek adom az egész föld színén minden makkozó növényt, és minden fát, melynek makkozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak és az égmadarainak és minden földi csúszómászónak pedig, amelyekben élet van, eledelül adok minden zöld növényt, és úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lőn este is, lőn reggel, hatodik nap. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő szent igéit, hogy az ő beszéde lakozzék bennünk gazdagon, hogy ő benne és ő általa sok gyümölcsöt teremjünk. Kértek testvérek, újra énekszóval dicsérjük az Istent, és egy nagyon szép régi zsoltárt fogunk énekelni. Ez a közös kedvencünk Attilával, az orgonistával, mind a ketten nagyon szeretjük ezt a zsoltárt, ami énekeskönyvünkben a 21. számú éneket végig énekeljük, haragodnak nagy voltában, megindulván, ne fegy meg Uram engem, tehát mind a hat versét énekeljük. Súlyosságát.
Istenem, mert csak te benned bíztam, azért tőlem ne állj messze, szállj meg végre, én kegyelmes Istenem, ne kissíl segedelmeddel, siess jöjjel, én édes idvességem. Gyertek testvérek, ülve maradva csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Isten, bőjt második vasárnapján, készülve a nagypénteki áldozatra, arra kérünk téged, hogy Krisztus áldozatáért bocsáss meg nekünk. Ne állj tőlünk sose távol. Emeldre rólunk bűneinknek, emberi gyarlóságainknak terheit, és ad, hogy felszabadulva tudjunk közeledni hozzá. Köszönjük, hogy mi bízhatunk abban, hogy ha hozzád emeljük szívünket és gondjainkat, te meghallgatsz bennünket. Olyan sok mindent hoztunk magunkkal, sokféle kérdést, sokféle gondot, sokféle nyomorúságot. Azt kérjük most tőled, hogy hallgass meg mindezeket. Figyelj oda mindannyiunkra, és szólj úgy hozzánk az igében, az ige ezerféle hangján és titkos megszólalási módján, hogy mindannyian személyesen bennünket megérintő üzenetet kaphassunk tőled. És kérünk téged, hogy ezt a kis közösséget kapcsold össze azzal a hatalmas nagysereggel, mely a világ kezdetétől fogva megvan, és a világ végezetéig megáll, az egyetemes Anyaszentegyházzal, és hallgass meg ennek az Anyaszentegyháznak a feje nevében, Krisztusnak a nevében, akiben elrejtőzve, akiben kapaszkodva imádkozunk most hozzád, hogy áld meg Isten tiszteletünket, ad, hogy valóban áldott legyen a veled és az egymással való találkozásunk. Ámen. Testvérek, az ige hirdetésre készülve a 75. énekünk következik. A 75. énekünk így kezdődik. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked, s ott dicsérnek tégedet, biztat szent ígéretet, hogy azért meg nem veted földön lakó népedet. Oh,
Kedves testvérek, a reminiszcere vasárnapra kijelölt ige az Ézsaiás könyvében van megírva, Ézsaiás próféta könyvének az 5. fejezetében, az 7. versben olvasom Isten igéjét az Ézsaiás próféta könyvéből, az 7. versből, ülve maradva hallgassuk figyelmesen és alázatos lélekkel. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne, és várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen. Miért termett vad szőlőt? Most én megmondom nektek, hogy mit teszek a szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék. Ledöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik és nem kapálják. Fölveri a tövis és a gaz, és megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjon rá esőt. Seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és gyönyörű ültetvénye pedig annak férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség. Igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Pár héttel ezelőtt az új szövetségi igéből olvastunk a szőlőről, a szőlőtőről és a szőlővesszőről. Most pedig egy héber profécia, egy ószövetségi profécia, mely ugyanezt a képet, a szőlőnek a képét használja. Egy mélyebb, egy emelkedettebb tanítás megjelenítésére. Érdekes ige bőti időszakra. De ha ezt jelölte ki a kalendárium, akkor ragaszkodunk hozzá. Bizonyos szempontból legalábbis számomra találó a kijelölt ige, mert az elmúlt hetekben valaki feltette nekem azt a nagy kérdést, hogy hogyan gondolkodunk mi keresztények a világról, a természetről, a természet és környezetvédelemről, globális felmelegedésről és minden egyéb másról, mely nagyban foglalkoztatja a világ közvéleményét, de legalább a világ sajtóját mindenképpen. Magamban gondolkodva mindezeken, az első gondolat, melyet úgy levontam, és az első következtetés, mely bennem megfogalmazódott, az az, hogy ezt a világot, és benne gazdag természetet, és az embert Isten teremtette, ezért nekünk embereknek nem biztos, hogy szabad olyan hatalmat vindikálnunk magunknak, melyel egyrészt ezt a világot tönkretesszük, vagy tönkretehetjük. Másrészt viszont nem szabad azt gondolnunk, hogy ezt a világot Isten olyannyira a hatalmunkba helyezte, hogy az ő akarata ellenére is tönkre tudnánk tenni. Tudom, hogy ebben a két mondatban van egy feszültség, de ez a feszültség mégis ott kell legyen. Valóban nem azért adta Isten számunkra a teremtett világot, a szőlőkertet, hogy tönkre tegyük. Másrészt viszont ne gondoljuk, hogy van nekünk olyan hatalmunk, hogy ezt a szőlőt, az Isten szőlősét, az Isten teremtett világát, a földet, mi tönkre tudnánk tenni az ő akarata ellenére, azaz keresztényekben mindig ott kell legyen az a pozitív hit, hogy Isten azt nem engedi meg,
nem engedheti meg, hogy a dolgok odáig fajuljanak, hogy az emberi gazdság, hogy az emberi igazságtalanság ezt az egész világot tönkre tudja tenni. Ezen gondolkoztam, és gyötrődtem magamban az elmúlt napokban, és néztem rá a vasárnapra kijelölt igére, és azt gondoltam, hogy lám-lám, milyen érdekes. Isten talán megadja nekem is, meg nekünk is a választ arra, hogy hogyan nem fogja megengedni, hogy a világot tönkre tegyük. Ebben az igében, az Ézsaiási történetben benne van. Minden metafora, minden kép többlet üzenetet hordoz. Így nézünk erre a történetre, erre a metaforára, a terméketlen szőlőről. Arról szól a proféciában ez a költői rész, hogy Isten teremtette csodálatos szőlős kertet. Megadott neki mindent, kövér helyre tette. Plantálta és megtisztította a kövektől. Teleültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített, sőt sajtót is vágatott, mert várta, hogy legyen termés, azaz legyen bor. És várta, hogy jó szőlőt teremjen, és elkezdett vadszőlőt teremni. És akkor mi történik? Megszólal a profécia hangja, és azt mondja, most azért Jeruzsálem lakói Júda férfiai, de ezt úgy is fordíthatnám, most pedig 21. század emberei, tegyetek igazságot köztem és a szőlő között. Mit kellett volna még tennem, hogy a szőlőm teremjen? Mit kellett volna tennem még, hogy minden jó legyen, hogy benne bor fakadjon? Megtettem mindent. Tessék ezt átfordítani arra a reális helyzetre, amelyben vagyunk. Mitől rossz ez a föld? Isten teremtette rossznak. Ha kimentek a természetben, ha jártok a világban és nézitek a világot, találtok benne valamit, ami rossz, ami nincs harmóniában, ami eleve rossz. Van ilyen a természetben, a teremtésben, a rendben? Nincs. Isten ezt jónak, szépnek teremtette. Ezért olvastam fel azt a gyönyörű szép leírását a teremtésnek, amely persze egy mitosz, az nem egy természettudományos leírás annak, hogy hogyan lett az, ami lett. Nem a létezésnek a természettudományos leírását adja. Egyébként a létezésnek nincs is ilyen, de ez csak egy zárójel, az egy gyönyörű szép, mitológiai nyelven elmondott hitvallás. De annak mi a lényege? Hogy Isten teremtett, és látta, hogy jó. És minden, amit ő teremtett, az jó. És ebben a jó teremtésben jól lehetne élni. És mégsem élünk jól. Valamit elrontottunk. Mit tehetett volna még az Isten? Mit adhatott volna erre a földre, hogy nekünk, embereknek jobb legyen? Felelősség az nálunk van. A bűnt is mi követjük el. Ezt kérdezi a próféta akkor és ott, Jeruzsálem lakóitól. De kérdezi a bibliai ige itt és most tőlünk. Mi az, amit az Isten nem jól tett? Mi az, ami nem jó a teremtésben? Mit tehetett volna még többet, hogy mi jobban és másképpen éljünk? Ez egy költői kérdés. Mert erre az én válaszom az, hogy semmi. A hiba mi oldalunkon van. A hiba bennünk van. És akkor jön a válasz arra a nagy kérdésre, hogy hogyan akadályozhatja meg az Isten azt, hogy a világot mi tönkre tegyük, mert meg fogja akadályozni ez a hívő ember válasza. Le van írva a proféciában. Hadd olvassam, hadd idézzem pontosan. Most akkor én megmondom, mondja a prófécia, hogy mit teszek a szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a falait, hogy összetiporják, hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz, megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak többé rá esőt. Bennünket, a 21. század embereit,
is fenyegeti az, hogy az a civilizáció és az a kultúra, amit több ezer év alatt kigyűrtünk magunkból is, sok-sok kínnal és fáradtsággal létrehoztunk, az a szétesik. Mert Isten nem engedi meg, hogy önmagunk ellen forduljon. És ha azt gondoljuk, hogy ez az első civilizáció, amelyik szétesett, akkor nagyon naivak vagyunk. Ha valaki azt mondta volna a sumíroknak, az akkádoknak, a gyerekek, ebben nem lesz semmi. Azok a nagy zikkuratok, amiket felépítettetek, azok a nagy épületek, az a nagy csillagászati tudomány, az a gazdag irodalom, az mind-mind el fog felejtődni. És majd bogarászó emberek fogják nagy nehezen megfejteni azt, amit ti felírtatok a falra, azzal az igen szofisztikált képírásotokkal, mert senki nem fogja tudni, hogy az mi. Azt sem fogják tudni, hogy miért építettétek, és hogyan. Nem hitték volna el. Ha azt mondtad volna Babilon csúcs idejében, a babiloni kultúra vezetőinek, főpapjainak, császárainak és istenként viselkedő uralkodóinak, hogy kőkövön nem marad Babilonban, el nem hitték volna. Ezt elmondhatjuk az egyiptomiakról is, de elmondhatjuk az ókori Rómáról is. Nem a mi kultúránk, nem az a mi civilizációs körünk az első, mely önmagát el tudja pusztítani, és amelyet Isten megakadályoz abban, hogy a világ ellen forduljon. Reális a fenyegetés? A fenyegetettség? Persze, hogy reális. Kegyelmes az Isten? Persze, hogy kegyelmes. Meg lehet állítani? Valószínű, hogy meg, de nem könnyű. Olvasom és látom, hogy különböző ideológiák és különböző eszmerendszerek alakulnak, melyek a világot meg akarják váltani. Én bennük nem bízom, sőt, tőlük tartok a leginkább. Ha fenyegetést akarok hallani, akkor elég nekem meghallgatni az igen érdekes hangú Klaus Schwabot, aki a világgazdasági fórumnak a megálmodója és vezetője. Aki kimondta azt a rettenetes tételt, melyet egyre több helyről hallunk, hogy az újrakezdés, a reset. Hiszünk mi ebbe? Nem. Nem. Mert ott sem az történik, hogy a világot helyreállítjuk, hanem az történik, hogy a világot még inkább kizsákmányoljuk. Mert az a mese, hogy neked nem lesz semmid, és majd boldog leszel, az a legnagyobb félrevezetés. Mert nem az a lényeg, hogy ne legyen semmi, hanem az a lényeg, hogy annyit legyen, amennyit megdolgoztál, és semmivel sem több. Nem olvastam tovább a Teremtés könyvét, benne van. Az a nagy tétel, hogy orcád verítékével dolgozz, és termeld meg a kenyeredet. És amiért megdolgoztál, az a tiéd legyen, de semmivel sem több. A nagy reset arról szól, ne legyen semmid. Nyilván nekik majd lesz mindenük, neked meg lesz semmid. Ez a megoldás? Semmiképpen nem. Az a megoldás, hogyha az ember megmarad embernek, és nem játszodj el az Istent, és elismeri azt, hogy Isten van minden fölött. És nekünk nem az a dolgunk a teremtett világgal, hogy tönkre tegyük, hanem az, hogy éljünk benne, hogy dolgozzunk benne, mert az a teremtett világ az nekünk van teremtve, az embereknek, mindenkinek. Nem egy kiválasztott rétegnek, nem egy kedvezményezett kis csoportnak, akinek mindene lehet, hanem mindenkinek. Ahol mindenkinek egyforma esélye kell legyen. Én hiszek abban, hogy mindenkinek meg kell legyen adva az esély az élethez, a teremtéshez, akár a gazdagodáshoz is, amit megtermelt, és amiért megdolgozott, az legyen az övé. De mástól ne vegyen el semmit. Mást ne zsákmányoljon ki. Ez a harmadik gondolat ebben a bibliai történetben, ebben a csodálatos metaforában. Isten azért haragszik meg Izraelre, Jeruzsálemre és az ő férfiaira, megmondja a történetben, mert törvényességet akartam, és lett önkényesség. Mert igazságot akartam, és lett gazdság. Nem azt akarta, hogy egyeseknek minden legyen, és másoknak semmi. Nem azt akarta, amit Schwab elvtárs és
barátai elmondanak nekünk Davosban. Nem azt akarta. Mert az törvénytelenség, önkényesség. Isten törvényességet akart, és lett belőle önkényesség, mondja ez a régi metafora. Önkényesség ott van, ahol senki által meg nem bízott, senki által meg nem választott, senki által fel nem kent emberek döntenek milliók, milliárdok sorsa felett. Ki a halál bízta meg őket? Ki bízta meg Charlie herceget, Károlyt, aki nem tud elmondani három egyenes mondatot, hogy egy buta papírlapról felolvassa, hogy ez az az idő, amikor a világot újra kell tenni. Rendben van, testvér, költözzél ki a Buckingham palotából. Annyi legyen a téd, amennyit dolgoztál, az nyilván nem akarja. Jaj, az úgy nem. Schwab elvtár sem Trabanttal ment haza Németországba, hanem magánrepülőgéppel. És a többiek mind. És Bill Gates, aki a világot meg akarja váltani, a legnagyobb földtulajdonos Amerikában, éppen most, több száz ezer hektár földre. De a kollégája Jeff Bezos sem külön, neki is ugyanaz van. És ő mondja el azt, hogy abba kéne hagyni a húsevést, amikor neki vannak a legnagyobb farm területei. Ez önkényesség. Önkényesség ott van, ahol senki által meg nem választott, senki által fel nem kent emberek eljátszódják a hatalmat. Törvényesség ott van, ahol van megbízatás, ahol van felhatalmazás, ahol van hitel. Már olyan szempontból, hogy mi hiszünk valamiben, és azt megkérjük, hogy azt ültessék gyakorlatba, és mi segítünk abban. Van erről szó a mai világban? Egyáltalán nincs. Igazságot várt, és lett kiáltó gazság, mondja a profécia. Igazság helyett gazság. Nézzétek, az igazság a magyar nyelvben egy nagyon szép szó. És azért nagyon szép szó, mert nagyon kis különbség van az igazság és a gazság között a nyelvben. Egy I betű. És a legnagyobb gazságok azért nagy gazságok, mert csak az I betű hiányzik az elejéről, egy picit másabb, mint az igazság. Nincs nagyobb hazugság, mint a féligazság. Mert a féligazságot meg lehet etetni az emberekkel. És az emberek megeszik. Nincs semmilyen kétség bennem, hogy legtöbb ember jót akar. Higgyétek el, hogy legtöbb ember jót akar. Az más kérdés, hogy meg van vezetve. Nincs kérdés bennem afelől, hogy legtöbb ember, aki hisz egy ideológiában. Melyek azok az ideológiák, amelyek most olyan nagy hitre tettek, vagy olyan nagy befolyásra tettek szert? A zöld ideológiák. Nekem semmi kétségem, hogy azok a North Fitzroy, mert itt vagyunk most North Fitzroyban, North Fitzroy választók, akik megválasztották a helyi zöld képviselőt, akik megtöltötték a helyi tanácsot zöld képviselőkkel, azoknak 90%-a ebben őszintén is igazán hisz. Egy fél igazságban hisz. Csak az az igazság, hogy ezek közül a zöldek közül még nagyon sokan nem jártak erdőbe. Ők az erdőt itt szembe látják az Edinburgh Gardenbe. Ez az erdő, ahova ők járnak. Ez nekik az erdő. Mi nem ültettek el egy fát sem. Nem, hogy kivágtak volna fát. Még nem kapáltak meg egy krumplit életükbe. De ők a zöldek. Hisznek egy fél igazságban. Vagy egy negyed igazságban. Ki mennyire hülye tud lenni. És meg vannak vezetve. És miért nem tud beállni? Miért nem tudunk beállni például mi, a keresztények egy ilyen mozgalomhoz? Én lennék az első zöldpárti szavazó, hogyha le lehetne vonni a zöldpártiságról a hülyeséget. Hogyha az arról szólna, hogy védjük meg a természetet, az Isten teremtményét. És ne lenne hozzácsatolva egy hosszú, nagy lábjegyzet. Tudományos munkákat úgy írják, hogy van három mondat, és alatta van 120 lábjegyzet. Minél több lábjegyzet van, annál tudományosabb. A zöldek is ilyenek. Van egy kicsi zöldség, és mellette, alatta egy csomó vörös lábjegyzet. Olyan programokkal és olyan politikai célokkal, meg semmi közük nincs. A természethez. Az Isten által teremtett természethez, az igazsághoz, vagy a méltányossághoz. Mondjam tovább? Nem mondom. Ez elég, ha látjuk. Szóval testvéreim, ezt a világot az Isten jónak teremtette, ez nekünk elég kell legyen. És ha mi nem tudjuk megmenteni, és ha nem lesz annyi eszünk, magunkhoz való eszünk és hitünk,
Hogy higgyünk abban, hogy saját kezünkkel kell dolgozni, és ezt a világot megtartani. És ha nem lesz annyi eszünk megmondani, és felébreszteni az embertársainkat arra, hogy visznek neki a falnak, és az új egyenlőség és a reset az a legnagyobb elnyomás, akkor megérdemeljük a sorsunkat. A világ nem fog elpusztulni, az Isten nem engedi meg, sosem engedte meg. A civilizáció, a kultúra fog elpusztulni, és jön helyettünk, és jön utánunk egy másik. Én csak ennyit akartam erről mondani. Nyilván páran megvádoltatok azzal, főleg interneten elhangzott dolgokban, hogy miért foglalkozom annyit a világ dolgaival, mivel kéne foglalkozzak. A Mennyországról nem tudok semmit. Hiszek benne, de nem sok mindent tudok róla. Egyik kedves teológusom, az amerikai John Dominic Crossan mondta ki, hogy a Mennyországban minden rendben van. A Földön vannak a problémák, azokról kell prédikálni, azokról kell beszélni. Hát ezért beszélek róla, de mégpedig úgy, vagy próbálok úgy. Nyilván az én elfogultságom minden prédikációban benne van. Aki volt a múlt héten Bibliaórán, azt tudja, elmondtam. Nem adatott meg nekünk az elfogulatlan látásnak a lehetősége. A kultúránk, a szocializációnk, mindenünk ránk tesz olyan lencsét, melyel a világot látjuk. Ezért próbáljuk mindig a Bibliát olvasni, hogy valamennyire a látásunk is tisztuljon. De csak erről tudok beszélni, ami van. És ami van, az azt mondja ki, azt mondatja ki velünk, hogy Isten megbízott bennünket, hogy vigyázzunk erre a földre. Mert ez a föld a miénk. Ne adjuk oda másoknak. Mert nincsenek felkentek, és nincsenek választottak. Csak emberek vannak, akiknek az a dolguk, hogy éljenek ezen a földön. Szaporodjanak, sokasodjanak, és éljenek azzal, amit az Isten teremtett, azt más kezébe ne adják. Hát erre vigyázzatok. Így legyen. Amen. 120. énekből csak egy verset énekelünk megint. Tudom, többen kértétek, hogy mikor fogjuk végig énekelni. Jövő héten az lesz a főének, jó? Megígérem. Most pedig a 120. énekből csak egy verset, mert szalad az idő. Mégpedig legyen a második vers, csak azért is, hogy nem mindig az első vers legyen. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, mondd a lélek, becses, kérni taníts. Gyertek testvérek, együtt fennállva imádkozzunk. Istenünk, taníts bennünket szeretni a világot, melyet te teremtettél, és hogy el tudjuk mondani, hogy a világ az szép és jó. És abban lehet szépen és jól is élni. Hogy észrevegyük, hogy bennünk van a hiba. A mi önzésünk, a mi elfogultságunk, a mi hatalomvágyunk az, ami tönkre teheti a világot. De ébreszt fel bennünket, hogy akár a 24. órában is mi legyünk azok, akik alkalmazkodunk, és ne te légy az, aki közbelépsz. Hát, hogy meg tudjuk őrizni nem csak a világot, hanem azt a gazdag kultúrát, melyet ebben a világban évszázadok és évezredek alatt létrehoztunk. És hát, hogy ne adjuk ki kezünkből a hatalmat, hát, hogy merjünk és tudjunk élni. És hát, hogy ne bízzunk meg olyanokat, akiknek nincs erre megbízatásuk. Hát, hogy ne higgyünk el fél és negyed igazságokat. És hát, hogy amikor hozzád jövünk, akkor tőled kérjünk tanácsot. Nem mi mondjuk meg neked, hogy hogyan legyen a világ, hanem tőled kérjük meg,
tőled kérjük, hogy mit szeretnél, hogy mit cselekedjünk, hogy hogyan éljünk, hogy hogyan viseljük életünket, és hogyan viszonyuljunk egymáshoz. A bőti időszakban taníts meg bennünket arra, hogy keressük az örömöt és a szépet. Hogy a 40 bőti nap alatt minden nap találjunk egy új örömet a te teremtett világodban. És hát, hogy úgy tudjunk készülni a nagypéntekre, majd a húsvétra, mint akik tudják, hogy te vagy az, aki egyedül megválthatod, és megváltottad a világot Krisztus Jézusban. Imádkozunk beteg testvéreinkért, gyógyítsd meg őket, imádkozunk távol lévő szeretteinkért, különösképpen imádkozunk a Kárpát-medencéért, add, hogy szűnjön a nyomorúság, szűnjön a betegség, a baj, de imádkozunk az egész világért, minden emberért, ki bajban, nyomorúságban, veszélyben van. Add, hogy szűnjön járvány, szűnjön bezártság és lezártság, hogy jöjjön el a megszabadulás és a felszabadulás ideje. Kegyelmedbe ajánljuk elhunyt testvérünk lelkét, akit a múlt héten temettünk el, és vigasztalásodat kérjük az özvegyre, a rokonokra, az ismerősökre és a barátokra. Vigasztalj bennünket azzal, hogy bennünket magad számára, az élet, a feltámadás és az örök élet számára teremtettél. Krisztus Jézusért kérünk, Úrunk, hallgass meg bennünket, és add, hogy vigyázzunk magunkra, a ránk bízottakra, vigyázzunk egymásra is. Ámen. Testvérek, csendben mondjuk el a személyes imádságot, utána pedig hangosan a mi atyánkot, az Úr Jézus imáját. Legyen áldott az Isten, aki meghallgatja a mi könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Ámen. Foglaljunk helyet. A hirdetések előtt most már nem sok időnk maradt, úgyhogy rövidebb lesz az utolsó énekünk. Az utolsó énekünk pedig a 426. El akartuk énekelni mind a 4 versét, de most már csak 2-re lesz időnk. Tudom, az én megváltó mél hajléka készen vár rám, a 426. ének első-második verse. Yeah.
Kedves testvérek, először a hirdetések. Az elmúlt héten, egészen pontosan pénteken eltemettük Hidas Magdolna testvérünket, Magdi néni. Évekig, évtizedekig hűséges tagja volt a gyülekezetnek. Isten áldja meg az ő emlékezetét, Isten vigasztalja meg Imre bácsit, az özvegyét, és mindenkit, aki ismerte és szerette Hidas Magdolna testvérünket. Testvérek, hirdetem azt, hogy március 14-én emlékezünk meg a nemzeti ünnepről, tehát március idusáról, 1848 március idusáról, tehát március 14 az ünnepi megemlékezés időpontja. 10 órától kimegyünk a Káltoni temetőbe, megkoszorúzzuk a hősi emlékművet és megkoszorúzzuk Farkas Márton 48-as, 49-es honvéd tisztnek a sírját. Aki nem volt még a Káltoni temetőben, nem látta Farkas Márton honvéd tiszt sírját, nem vett részt sosem koszorúzáson a hősi emlékműnél. Kiváló alkalom az idén, gyertek el! Ha ide jöttök 9 órára, vagy 9:30-ra legkésőbb, de inkább 9 órára a templomhoz, akkor jöhettek velem, 3 vagy 4 embert én magam az autóval el tudok vinni, vagy követhetitek az én autómat, és akkor nem tévedünk el a Káltoni temetőben, és akkor részt tudunk venni. Utána a templomban ünnep istentisztelet, megemlékezünk itt a templomban a szabadságharcról. Elhangzik ilyenkor az ilyenkor szokásos nemzeti dal, és utána pedig a Bocskaiban ebéd. Március 14-én még egy érdekes és nagyon fontos dolog. Úgy döntöttünk, hogy most már nem tudjuk halasztani. Március 14-én a nemzeti ünnepén adunk hálát azért, hogy a templomunk megújult. Az elmúlt években, az elmúlt évben különösen sokat dolgoztunk, hiszen újra fettük a templomot, újra festettük, egy csomó mindent megcsináltunk. Ezt megköszönni Istennek egy külön vasárnap kötelességünk, úgyhogy azon a vasárnapon a nemzeti ünnep és hálaadás azért, hogy nekünk itt Melbourneben a világ Magyarországtól számított túlsó oldalán magyar templomunk és magyar közösségünk van, tehát ez is március 14-én. Hirdetem azt, hogy április 18-án rendkívüli közgyűlést tartunk. Ennek a rendkívüli közgyűlésnek kettős oka van. A legfontosabb oka az, hogy Csutoros István főgondnokunk e hónap végén lemond a főgondnoki szolgálatról. Én nagyon hálás vagyok Istvánnak ezért a szolgálatért. Ez gyakorlatilag, ha nézem a naptárt, ez a mai napot jelent, hiszen ma van az utolsó napja februárnak. Megbízott főgondnokunk lesz a pénztárosa, megbízott főgondnokunk április 18-áig, Bartol Nándor. Utána viszont a gyülekezet a presbitériumból, a presbitérium javaslatára főgondnokot kell válasszon. Én nagyon-nagyon hálás vagyok Istvánnak az elmúlt 10 év szolgálatáért, 8 éve ő a főgondnok, de az utolsó években Csaba bácsi mellett ő is nagyon sokat tevékenykedett, és nyilván még az én idejöttöm előtt, még mielőtt elköltözött volna Viktória északi részébe a gyülekezetnek, akkor is nagyon aktív tagja volt, rengeteg első bált rendezett, gyerekeket tanított, gyerekeket nevelt, vezetett, és hát segített embereknek itt beilleszkedni. Éppen ennek a két fiatal embernek itt, akik ezt tanúsíthatják is. István egy nagyon fontos tagja volt a gyülekezetnek, és tagja most is. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt a szolgálatot velem együtt végezte. Valószínű velem sem könnyű dolgozni, hiszen én is egy akaratos, makrancos székely vagyok, pont úgy, mint az alapító lelkész. Más habitusú emberek is vagyunk, de én azt gondolom, hogy Istennek legyen hála. Nagyon eredményesen dolgoztunk együtt, ha nem így lenne, akkor most nem lenne kész ez a templom, nem lenne ilyen szép ez a templom, nem készülhetnénk egy nagyobb befektetésre. István munkáját megáldotta az Isten, és jól dolgoztunk együtt. Annak dacára, hogy nyilván, ahogy mondtam, korkülönbség, habitusbeli különbségek ellenére voltak konfliktusaink, ezeket a konfliktusokat mi tudtuk a hit szeretetével megoldani. Nem kell egyet értenünk, mindig azt szoktam mondani, de egymást szeretnünk kell, és addig kell beszélgetnünk, míg valahogy közös nevezőre tudjuk hozni a dolgokat. Mindig lehet, és mindig lehet, úgyhogy Istvántól ezt is megtanultam, hogy ki lehet mondani dolgokat, és aztán meg lehet egyezni, mert mindig van lehetőség arra, hogy egyeztessünk, és én is alakulok, és más is alakul. Úgyhogy István, nagyon szép volt együtt dolgozni, nagyon hálás vagyok, majd megköszönjük neked a közgyűlésen is, de kötelességem volt ezt elmondani az első hirdetésen,
hogy ez az oka a közgyűlésnek. Úgyhogy meg lehet neki köszönni, megvelegetni a vállát, és ahogy a presbitériummal eldöntöttük, és ezt egyöntetően döntöttük el, István megmarad tiszteletbeli főgondnoknak, a felelősséget levesszük a válláról, a munkának a nagy részét is megpróbáljuk levenni a válláról, de a tekintélyére és a jó tanácsaira és a hitére és a szeretetére a gyülekezetben szükség van, és akkor is a gyülekezet tagja és a presbitérium tagja, hogyha már nem vállal ekkora felelősséget, úgyhogy így tessék ezt a dolgot nézni, és én is így nézem, én számomra minden presbiter, akivel együtt dolgoztam, haláláig presbiter, és utána is az marad, haláláig ennek a földi gyülekezetnek a presbitere vagy gondnoka. Elköltözése után pedig a mennyei presbitériumnak lesz a tagja, és ti nem tudjátok, tényleg nem. Sokszor, de komolyan kimegyek oda előre, elülök egy kicsit a széken, megszólítom őket, hogy szevasz Csaba, szevasz János, szevasz Lóri, na mit gondoltok erről a dologról? Ezen gondolkozunk a presbitériumban. Vagy ezen gondolkozom én. Van mennyei presbitérium is. Tehát vannak barátok, presbiterek, rokonok, ismerősök, beszélgetünk velük. Hogy mondja a református hitvallás? Világ kezdetétől fogva a világ végezetéig. Van egy sereg, annak van egy látható része, amelyik itt van, van egy láthatatlan része, amelyik már a mennyben van. Így nézzük. Úgyhogy tiszteletbeli presbiter és gondnok egészen addig, ameddig él, és utána is megmarad a mennyei presbitériumban. Így szolgálunk együtt ebben a földben, ennek a földnek a javára, és ennek a világnak a javára, és amikor el kell menni, akkor hiszük azt, hogy jó helyre megyünk. Na, de túl sokat beszélek, megint elkezdtem prédikálni, ez egy papi ártalom. Még akartam mondani azt, hogy online bibliaóránk lesz szerdán, gyertek online bibliaórára a Zoom segítségével. Hirdetem azt, hogy minden második héten pénteken este vannak ilyen beszélgetések, amikor kicsit tudunk beszélgetni. Most nyári időben kevesebben vagyunk, de hát jön majd a hosszú tél, és akkor is tudunk majd beszélgetni. Úgyhogy ezeket az eseményeket kövessétek. Ameddig lehet, nyilván a Facebookon közvetítjük, megpróbáljuk közvetíteni az interneten az istentiszteleteket. Nem befolyásolta, úgy látom, a templom látogatást az, hogy a Facebookon online megy az istentisztelet. A Facebooknak a cenzorait most is szeretettel üdvözlöm, nagyon köszönjük a segítségeteket, kétségtelen, hogy sokan figyelnek, sokan véleménnyel is vannak róla. Most már úgy vagyunk a Facebooknak a közvetítésével, hogy magunkra maradtunk, láthatatlan kezek, azok mindig segítenek. Volt olyan időszak, amikor 20 ezeren is rákattintottak a közvetítésre, ma már csak 200-an, nyilván véletlenül történt mindez, ma már csak azok látnak bennünket, akik szándékosan megkeresnek, ugyanis le van vágva a szárnyunk, meg vagyunk egy kicsit klippelve itt-ott, és nem olyan könnyű ezt a linket osztani, ezért mondom, hogy a Facebook cenzorait nagy-nagy szeretettel üdvözlöm, és áldást kívánok a munkájukra. Aztán, mikor majd nem engedik, akkor majd találunk valami más, de egyelőre ez van, és ezt tudni kell, hogy ez is része a világnak, és ha engedjük magunkat vezetni, akkor vezetni is fognak. Én úgy döntöttem, hogy amit gondolok, elmondom egész addig, ameddig lehet, és amikor elhallgattatnak, akkor majd hallgatni fogok. Ez van. Testvérek, gyertek ebédelni, lesz rántott hús, ne szégyeljétek a rántott húst, az finom, az jó. Üljünk le, beszélgessünk, egy kicsit ígyunk meg egy sört is, és érezzük magunkat úgy, mint a királyok. Mert szabad nekünk jól éreznünk magunkat. Köszönöm szépen, az utolsó ének az, hogy Isten áld meg a magyart.
Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.